Üdvözöllek, Zsolt vagyok a programozáskarrier.hu-tól. Ebből a videóból megtudhatod, hogy milyen hibákat nem érdemes kezdő szoftverfejlesztőként elkövetned. Én ugye már elég régóta programozom, nagyjából 400 évvel ezelőtt kezdtem, úgyhogy már elég sok tapasztalatom van ezekben a témákban. Nézzük akkor, hogy milyen hibákat nem érdemes elkövetni. Ugye először is nagyon fontos, hogy amikor elkezdesz programozni, vagy programozást tanulni, akkor ne az legyen a célod, hogy végignézel egy könyvet, vagy egy videótanfolyamot, nem. Mert akkor mi fog történni? Megtanulsz bizonyos dolgokat, aztán elkezdesz felejteni. Aztán ezeket újra át kell ismételned, és ismét elkezdesz egy kicsit felejteni. És ha elég sok mindent megtanulsz, akkor gyakorlatilag arról fog szólni az életed, hogy azokat az információkat, amiket megtanultál, ne felejtsd el. És fenn kell tartanod a tudást. Ezért fontos az, hogy eléggé tudj specializálódni egy olyan területre, ahol nincs annyi tudás, hogy ez az időd nagy részét felemészteni, hogy fenntartsd, hogy egyáltalán követni tudd a trendeket. És a másik, hogy mindenképp projekt alapon tanulj. Tehát én például annak idején, amikor a Java nyelvet, a Java nyelvet elkezdtem tanulni, akkor úgy nézett ki a dolog, hogy egy projektet kellett írnom. Az lett volna a cél, hogy megírjak egy Tetris kódot a Java-ban. Ehhez, hogy ezt megírjam, nyilván el kellett sajátítanom a nyelv alapjait, meg kellett tudnom, hogy hogyan kell rajzolni a képernyőre, hogyan kell mindezt megcsinálni úgy, hogy ne villogjon a képernyő akkor, amikor animálunk, tehát akkor meg kellett tanulnom azt, hogy a háttérben hogyan kell egy képet összeállítani, és hogyan kell a jelenlegi képet kicserélni egy másik háttérben futó képpel. Ezt hívják egyébként bufferelésnek. Tehát ezeket mind megtanultam, és azért emlékszem a mai napig ezekre a lépésekre, meg arra is, hogy van az Abstract Windowing Toolkit, meg a Swing, amit én annak idején használtam, 2000-es évek elején, közepén. Tehát azért emlékszem rá, mert végigmentem ezen a projekten. Ha csak tanultam volna a könyvből, akkor nagyjából annyit emlékeznék rá, mint az Enterprise Java-ra. Tehát a nagyvállalati Java-ra, ott emlékszem, hogy vannak ilyenek, hogy ilyen Java Beans-ek, mit tudom én, mik voltak. Szörnyű volt az a rendszer, tényleg. Tehát UML-ben kellett tervezni, ami kódot generált valahogy, és a hibaüzenetek ilyen 5000 sor hosszúak voltak, és ennyi maradt meg nagyjából, mert az a projekt, amit ott megcsináltunk, az csak egy ilyen oktatási projekt volt, és nem voltam benne annyira. Az oktatóm nagyon jó volt egyébként, de ettől függetlenül ez a rendszer valahogy nem maradt meg bennem. Miért? Mert nem egy olyan projektben voltam benne, ami nekem célom volt, hogy ezt lefejlesszem. Mindenképp érdemes, hogy projektekben gondolkodj, és ha ezeket a projekteket elkészíted, a portfóliódba ki tudod őket rakni. Ugye? Tehát akkor épül a portfóliód, többen megismernek, és tudod mondani, hogy figyelj, én megírtam ezt az alkalmazást, ott van, ki tudod próbálni. Rá fognak jönni, hogy te ehhez valószínű értesz. De ha nem értesz, akkor pedig úgyis kirúgnak egy héten belül, nem? Vagy egy, nagyon nem, egy hónapon belül. Ez egy eléggé egyértelmű biztosíték. Vannak olyan lehetőségek is, hogy például oktatásnál nem volt semmi oktatási tapasztalatom nagyvállalati környezetben. Elmentem, 14 hetes Java tanfolyamot tartottam, nem a nagyvállalati Java-ról nyilván, hanem arról, ami egy kicsit közelebb állt hozzám. Elkértem érte egy viszonylag magas összeget, azt mondták, oké, hát nyilván az állampénzével vagy egy cég pénzével könnyebben bánnak, mint egy saját költségvetéssel. Tehát ez az oktatás az egyértelműen megérte nekik, mert volt egy költségvetésük, azt el kellett valamire költeni, és én voltam az, akire elköltötték, mert én tudtam hozni valami értéket abba a cégbe. Nem kérdezték azt, hogy hány cégnek tanítottam meg ezt a Java tanfolyamot. Valójában nulla volt. Hanem egyszerűen csak kifizették, én leoktattam nekik, ugyanez van a szoftverfejlesztésnél is, főleg, ha szabadúszó akarsz lenni. A legtöbb akadály mentális. Mit jelent ez? Sokkal nehezebb elhinni magadról, hogy meg tudsz valamit tanulni, mint csak neki kezdeni és megtanulni. Ezt saját magamon is észreveszem, nemrég kezdtem egyébként egy új helyen. Ott van egy hatalmas kód, amit már akár 10 éve írnak, mondjuk több 10 vagy akár egy 100 szoftverfejlesztő ír, van egy minőségellenőrző csapat,
ránéztem a kódra, és mondtam magamnak, hogy úristen, ezt én most mikor fogom megtanulni. Ez annyira nagy, hogy elképzelhető, hogy itt most problémába fogok ütközni. És akkor hirtelen elcsitítottam ezeket a hangokat a fejemben, és emlékeztettem magam azokra a dolgokra, amiket most mondok neked is, hogy egyszerűen csak el kell kezdeni. Beleásni magad a kódba, problémákat kell megoldani, meg kell nézni, hogy mi mit csinál, mi mire jó, és egy idő után össze fog állni a kép. Amíg nem áll össze a kép, addig én ezt úgy tudom jellemezni, ezt a helyzetet, mint a Warcraftnak vagy a Starcraftnak a Fog of War ködös része, ahol a felderítetlen területeket feketével jelöljük a térképen, mert még nem jártunk ott. Tehát amikor még nem tudtál átlátni egy 10.000 soros programot, és mondok egy példát, vagy egy olyan programot, amiben 500 file van, és a könyvtár szerkezet eléggé bonyolult, akkor az a probléma, hogy nem hiszed el magadról, hogy ez valaha is sikerülni fog. Ez ugyanolyan, mint egy számítógépes játékban, például a térkép jobb alsó sarkában vagy, és el szeretnél jutni az ellenfél bázisáig, mert már van elég katonát például. Fel szeretnéd deríteni. Akkor nem azt mondod, hogy nem tudom, hogy meg fogom-e találni az ellenfél bázisát, ezért itt maradok, el se indulok. Pedig mi nagyon sokszor ezt csináljuk, amikor valami nehézségbe ütközünk. Például lehet, hogy nézted a JavaScript tanfolyamot, amit egy lejátszási listában megtalálsz itt a YouTube csatornánkon, és nagyjából a 6., 7., 8. videónál azt mondtad, hogy fú, ez nekem túl nehéz, ezzel én nem foglalkozom. Ez ugyanaz, mint ez a Fog of War, hogy nem hiszed el magadról, hogy a felderítetlen területeket fel tudod deríteni. Azzal, hogy elhiszed, a probléma nagy részét már meg is oldottad, onnantól kezdve már csak a munka van hátra. A következő, amiről már beszéltünk is, hogy specializálódnod kell, tehát nem tudsz mindent megtanulni. Lehetsz nyugodtan generalista, ami azt jelenti, hogy egy átfogó tudásod van egy adott szakterületről, ezzel nincs semmi probléma, csak tudd, hogy milyen szakterületen belül vagy generalista. Háromféle, sőt négyféle profilról tudok, a generalista, akinek van ez az átfogó tudása, és azért hasznos, mert mindenhez ért valamennyire. Egy adott területen belül, tehát van a webfejlesztő generalista, security, azaz biztonsággal foglalkozó generalista, machine learning, mesterséges intelligenciával foglalkozó generalista, és így tovább. Vannak ilyenek. De ha ezen belül specializálódsz, akkor egy olyan tudásod van, amire kevesebben képesek, és nagyon sokszor a cégek egy adott specializációra keresnek munkaerőt. Tehát például te szeretnél React-ben fejleszteni, ismered a TypeScript-et, ismered a bizonyos adatbázis kezelőrendszert, és ismersz szerver oldalon valamit, például akár Node.js-t, akár valami mást, például Python-t. Vagy akár Python Django, az is lehet egy specializációd. Mi egyébként mindkettőt tanítjuk. Tehát ha vannak ilyen specializációk, amikben elkezdesz, junior fejlesztőként nyilván ez még nem, itt még nem ásol annyira mélyre, de ahogy haladsz, úgy egyre mélyebbre tudsz ásni, akkor lesz egy értékes tudásod. Tehát ez a generalista, meg a specialista. Most van egy harmadik, egy átmenet a kettő között, ez a T-shaped profile, azaz a T alakú profil, ami azt jelenti, hogy annak van egy generalista része, az a vízszintes rész a T-ből, és van egy specialista része, ez pedig a függőleges. A specializáció nem olyan mély, de cserébe több helyen be tudsz ugrani. Tehát több helyen meg tudod azt tenni, hogy helyettesíteni tudod a munkatársadat, aki esetleg beteg, vagy össze tudod kombinálni azokat a tudásokat, amik szükségesek arra, hogy megoldj egy feladatot, és más szemszögéből is tudod ezeket a feladatokat áttekinteni, és együtt tudsz másokkal működni. Ez is egy értékes tudás. És ígértem egy negyediket, ezt én teszem hozzá. Vannak úgynevezett integrátor típusok, akiknek két specializációjuk van, vagy akár három. Ez egyik specializáció se lesz annyira mély, de cserébe, mivel átjárnak különböző szakterületek között, lesz egy olyan értékes tudásuk, hogy több területet mélyen át tudnak látni, és ezért egy nagyon hatékony munkamódszerrel tudnak együttműködni akármelyik csapattal. Én nagyon szívesen felveszem mind a négy típust, csak nyilván egy olyan csapatra van szükség, akik jól működnek együtt. Ha erről szeretnél tájékozódni, hogy hogyan kell jó csapatot építeni, vagy milyen egy jó csapat, akkor a weboldalunkon nagyon sok cikk van erről, megjelent már több cikk, amiben a különböző képességeket, a különböző embertípusokat, személyiségtípusokat kielemeztük,
és megnéztük, hogy hogyan működik egy jó csapat. Végül egy utolsó pont, amit mindenképp érdemes megérteni kezdő programozóként, hogy van egy tanulási fázis. Eleinte mindent nagyon egyszerűen fogsz megoldani. Ami azt jelenti, hogy túlzottan leegyszerűsíted a dolgokat, és elfeledkezel olyan nagyon fontos témákról, amelyek nélkül nem tudod például a szoftvert leszállítani a megrendelőnek. Mert például, ha nem készítesz egy login űrlapot, ahol be lehet lépni egy rendszerbe, és ehhez nem tárolod megfelelő biztonsággal a jelszavakat, akkor ez nem lesz egy jó rendszer, ugye? Tehát vannak ilyen problémák, amikről egyszerűen nem tudsz, csak megírod a programot, és kész. Rossz adatszerkezeteket használsz, rossz algoritmusokat, nem ismered az objektumorientált programozást, nem ismered a funkcionális programozást, stb. Tehát ezek mind problémák. Meg lehet oldani, tanulni lehet. Aztán jön egy második érettségi szint, ahol ezeket a dolgokat, amik hiányoztak addig, javarészt megtanulod, javarészt talán meg is érted, és elkezded alkalmazni. Akkor viszont azt látod, hogy mindenhol, minden feladatot ezekkel a módszerekkel próbálsz megoldani, és ilyenkor értelemszerűen túl fogod bonyolítani. Ilyenkor mindenképp fontos, hogy hallgass azokra, akik nálad tapasztaltabbak, és nézd meg, hogy ők hogyan egyszerűsítik le a te megoldásodat. Aztán, ha elég sokszor végigmész ezeken a probléma megoldó lépéseken, végül ismét le fog egyszerűsödni a megoldásod, de most már nem hagyod ki azokat a dolgokat, amik mindenképpen fontosak. Ez történik egyébként a szoftverfejlesztésben is, általánosságban a trendeket, ha figyeled, és itt láthatod, hogy mindig van egy egyszerű megoldás, amit idővel a szoftverfejlesztők túlbonyolítanak, aztán idővel elegük lesz a szoftverfejlesztőnek, őknek abból a bonyolult dologból, és jön egy paradigmaváltás, ami egy következő szintet ad hozzá a programozáshoz. Ha egy ideje van számítógéped, akkor láthatod, hogy volt régen a DOS, aztán utána jött egy ilyen régi Windows, a 3.1 vagy 3.11, aztán a Windows 95, a 98, a 2000, vagy akár az NT, ha Network Windowsod volt, és utána jöttek a különböző újabb verziók. Mac-en ugyanezt lehet látni, meg Linuxban is. Az újabb verziók újabb lehetőségeket hoztak. Ha most leülnél egy 1993-as számítógéphez, nekem akkor volt egy számítógépem, én akkor használtam DOS-t, Norton Commandert, mert nem tetszett a DOS annyira, hogy ott navigálni kellett parancsorban, és volt egy Windows 3.11, amit semmire se használtam, szinte csak érdekes volt, hogy ikonok, meg zenél, meg nem tudom miket csinál, de valójában az egész rendszer nekem használhatatlan volt. Tehát én inkább használtam a DOS-t, meg a Norton Commandert, nekem ez volt a számítógép. Ma hát van két számítógépem, egy PC, meg egy MacBook, egyértelműen teljesen más a helyzet. És olyan kényelmi funkciók vannak benne, hogy szinte hihetetlen. És azt el tudod képzelni, hogy ezeket a kényelmi funkciókat szoftverfejlesztéssel meg lehetett valósítani, ugye? Hát a te életedben például, ha egy nyelvet tanultál, amit én nagyon javaslok, főleg az angolt, akkor régen szótáraztál, volt egy hatalmas szótárad, amit lapozgathattál, ma pedig beírod a translate.google.com-ba, vagy van egy online szótárad, és azonnal megtalálod a szót. Sokkal egyszerűbb, nem? Mondjuk a nyelvvizsgán azért fontos, hogy ha csak papírszótárt használhatsz, akkor legyen egy kis gyakorlatod benne, de azon kívül sokkal könnyebb a nyelvtanulás. És nem is biztos, hogy kell a nyelvvizsga. Tőlem soha nem kérték az angol nyelvvizsgámat egyébként külföldön. Egyszerűen csak meghallgattak, és elég volt. Ez volt az öt tanács, ami mindenképp érdemes betartani, ha szoftverfejlesztővé szeretnél válni, és leszeretnéd rövidíteni ezt az utat. Tehát mindenképp projekt alapon tanulj, a legtöbb akadály mentális, mindenképp fontos, hogy el kell indulni ahhoz, hogy elér oda, ahova el szeretnél jutni. Tehát tartsd észbe, hogy létezik ez a fog of war, tehát nem látod azt, ahol még nem voltál, de ez ne bizonytalanítson el. Aztán specializálj mindenképp, és tudd, hogy hol tartasz ebben az egyszerűsödés, túlbonyolítás és visszaegyszerűsödés folyamatban, és mindenképp kér tanácsot nálad tapasztaltabb szoftverfejlesztőktől. Ha tovább szeretnéd gyorsítani az utadat a programozási karrier céljaid eléréséhez, akkor iratkozz fel a csatornánkra, ne felejtsd el benyomni a csengő gombot, ha értesítést szeretnél kapni a videóinkról, és ha szeretnél programozási karrier, akkor látogass el a weboldalunkra, és iratkozz fel a tanfolyamainkra.